November az egészségnevelés hónapja. Ehhez kapcsolódóan pedig közel 10 éve hagyománya Vasszal iskolában az egészségnap rendezvénye. Gyerekek figyelmét felhívjuk az egészséges élelmiszerekre, az egészséghez kapcsolódó fogalmakra, amiből vetélkedhetnek, illetve jó pofák ezek a zöldségszobrok, amiket készítenek, de ezért ez inkább egy kreatív alkotó munka, ennek azért nagy köze nincs az egészségnaphoz, viszont az előadásnak, a filmvetítésnek, a sportnak, az aerobiknak, ami ugye nyitóként 2-kor elkezdődött, illetve a vetélkedőnek, meg a saláta készítésnek igen. Az egészségnap szervezésének is egyik fő pillére a diák önkormányzat. Nekünk több feladatunk is van, minden hónapban van egy nap, ugye ez a novemberi hónap az egészség hónapja, és mi ebből az egy nappal szeretnénk felhívni a diákok figyelmét az egészséges életmódra, és hát minden hónapban kapunk valami feladatot. Sokféle programmal készültünk, mint például a teakóstolás, amikor teát főzünk, és a gyerekeknek kell eldönteni, hogy milyen teafajta tea ez. Gyümölcskóstolással is, ugye ezzel is felhívva az egészséges életmódra a gyerekek figyelmét. Mindenféle vetélkedő, amikor kérdezzük őket, hogy mennyit tudnak erről, és még sokféle más játékos feladat. Foki Veronika ide járt a Vasszaliba, most már középiskolás. Az écről tartott előadást a felső osztályos diákoknak. Tavaly előtt voltam egy ilyen kortárs képzésen, szeretek ilyen előadásokat tartani, és akkor végül ebbe a témakörbe kerültem. Ugye akkor ott egy hét intenzív képzés volt, szakmai anyag meg minden, majd egy vizsgával zártuk. Voltam különböző osztályokban is, azt veszem észre, hogy alapvetően szerintem igen. Érdekli őket. A programok egész délutánra tartalmas szórakozást kínálnak. Konkrét célja egyszerűen egy jó délután tartani, ami ráadásul egy napra hívja fel a gyerekek figyelmét. Ugye november az egészség hónapja, és ezért választottuk ezt.